remélhetőleg az egyik utolsó olyan ígérete Dembski Gábornak, amit nem azt mondom, hogy be kell, de úgy látom, a budapesti városvezetés mégis betart. Az, hogy miért éppen Budapestet szemelték ki, erre nem is értjük, ugyanis a résztvevőknek a 90%-a külföldről jön hazánkba. Sejtésünk van arról, hogy a környező országokban ilyen rendezvényekre nincsen befogadókészség. Csak láthatjuk, hogy Szerbiában, Horvátországban, Romániában, Bulgáriában, Ukrajnában és Oroszországban is tiltva van az ilyesmi rendezvény. Ezáltal az a gyanú támad, hogy Budapestet szemelték ki Kelet-Európa homoszexuális régiójának. Amíg a többi ország Európa-bajnokságot, olimpiát rendez, addig nekünk maradtak a homoszexuálisok. Ezt nyílt provokációnak tartjuk. Az ötnapos rendezvény is 0-24 órában lesz biztosítva, és felvetődik ilyenkor a kérdés, hogy ki fogja ezt kifizetni, és mennyibe kerül itt ez a rendezvény Budapest lakosságának. A rendezvény egyik fő célja, hogy népszerűsítsék a homoszexualitás a fiatalok körében. A fővárosi Jobbik egyetlen versenyszámot javasol ezen a rendezvényen a résztvevőknek, mégpedig a gyors hazafutás. Ha már annyira sportolni akarnak, akkor fussanak haza, mert ennek a rendezvénynek köze sincs a sporthoz, ez nem arról szól.